sajnos néhány óra múlva magunk mögött fogjuk hagyni ezt a szép várost. Utaznunk kell haza. Azt kell mondjam, hogy elég nehéz szívvel hagyjuk itt a várost egyébként. Rengeteg olyan hely van még, amit érdemes lenne megnézni, de sajnos egy következő alkalomra fog maradni. Egy utazásnak a legrosszabb része az, amikor pakolni kell. Tehát amikor bepakolsz, és amikor újra bepakolsz, mielőtt elindulsz. Mindent megnézni, hogy nehogy itt felejts valamit, és aztán amikor hazaérsz, akkor mégis kiderül, hogy valami itt maradt. Nem tudom, körülbelül fél órámban kellett összecsomagolni ezt az utazó ágyat. Oké, könnyű az utazó ágy, meg tök jó, hogy van, létezik, de hogy rúlt, az is hót biztos. Nem tudom, hogy nem tudnak föltalálni valamit, megnyomsz egy gombot, aztán így összerántja magát, vagy valami hasonlót. Itt idétlenkedni kell vele, amíg kikattan, bekattan, aztán a végére te fogsz bekattanni, mire összecsomagolod az egészet. Csak egy jó tanács, hogyha egy ilyen rövidebb időre mész, párnapos kirándulásra, akkor hogy ne maradjon ott, azon a helyen, ahol vagy, semmi, ne pakolj ki a táskából. Tehát hagyd mindent a bőröndbe, és a bőröndből vedd elő, amikor szükséged van rá, és amikor már nincs rá szükséged, akkor pakolj bele vissza mindent. És akkor így biztos, hogy nem fog elmaradni semmi. Bár nincs rá garancia, mert én már jártam úgy, hogy mégis ott hagytam valamit. Hello. Találkozunk Makón. A legrosszabb dolog, ami egy utazás során történhet, az, hogy az autópályán vagy, és egy dugó kellős közepén tőtyörögve haladsz. Hát most per pillanat, ezekben a másodpercekben éppen egy autópályán, ülünk egy autóban, a dugóban, és tőtyörögve haladunk. Eddig jól kezdődik. Nem tudom, hogy a kisbabák, más kisbabák hogy tolerálják a hosszú utazást. Hát Sophie-nak annyira nem mindig tetszik a hosszú ülés, de hát ennek egy megoldása van, az, hogy sűrűn meg kell állni. Otthon, édes otthon. Végre lesz alkalmam kipróbálni a Silver ételembe az étlapot, vagy illetve hát az étlapról valami ételt. A választásom a lávakövön sült csirkemell, házi sült burgonyával, vagy valami ilyesmi volt, de elég tűretően néz ki. Hát akkor jó étvágyat kívánok, és nézzük meg, hogy milyen az íze. Nos, hát alapjában véve az étel, amit választottam legalábbis az, hétköznapi nyelven finom, tehát ízletes, ízre is jó volt, finom volt, mennyiségre, adagra is szerintem jó lehet vele lakni. A pincérekre se kellett túl sokat várni, sőt, sem ennyit, igazából jöttek időbe, igaz?
Igen. Szerintem az is rendben volt. Fiúk, lányok, ennyi fért a mai vlogba. Lehet, hogy ez egy picit rövidebb volt a megszokottnál, de az a helyzet, hogy rengeteget utaztunk, jöttünk, mentünk, és ez a pár nap, amíg Esztergomba töltöttünk, egy picit lefárasztott bennünket, annak ellenére, hogy pihenni mentünk. De hát ez általában így szokott történni, mikor az ember pihenni megy valahova, akkor általában mindig fáradtabban jön haza, mint amilyen fáradtan elment. Az új feliratkozókat, illetve az új nézőket, azokat köszöntöm a csatornán. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha most látod életedben először a vlogot, akkor arra szeretnének kérni, hogy még mielőtt feliratkoznál, nézd meg néhány korábbi videót, és ha még mindig úgy döntesz, hogy tetszik a vlog, és szeretnéd követni, akkor iratkozz fel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozni fogunk holnap. A fidget spinner legyen veletek. Holnapig. El kell áruljak nektek most egy kis kulisszatitkot. Szóval a lényeg az, hogy van itt egy gombocska, jaj, amit ki kell gombolni, mert így, ahogy ülök, kicsit szorít. De...